8 éve a pekingi ötkarikás játékok előtt rendezték meg először a Vécsében az olimpia éve elnevezésű versenyt, amelynek célja az olimpiai eszme, illetve a sport szeretetének erősítése volt. A 4 évvel ezelőtti Londonhoz kötődő rendezvényt követően szerdán, 100 nappal a riói láng fellobbanása előtt harmadszor szenteltek egy délutánt az ötkarikának a vécsei diákok. A mai délután tulajdonképpen 3. állomása egy versenysorozatnak, hiszen először egy tesztfeladattal, aztán egy foglalkoztató füzettel, és a mai napon pedig egy 10 állomásból álló akadályversennyel ünnepeljük tulajdonképpen a közelgő olimpiát. A mi kis olimpikonjaink a mai napon a megnyitó után csapatokba szerveződve 12 csapatban különböző állomásokon 10 állomás helyen mérik össze az erejüket. A résztvevők között többen voltak olyanok, akik nem csak az olimpiai vetélkedő apropóján húznak sportszerelést. Futok, biciklizek, amihez kedvem van éppen, amikor ráérek. És a többiek, a osztálytársak, barátok, hogy fogadták ezt a mostani napot? Hát izgulnak, meg nagyon várták. Örülnek, hogy itt lehetnek ők is. A verseny résztvevői tippelhettek arra is, hogy hány első sígert érnek majd haza Rióból a magyar csapat tagjai. A fiatalok közül legtöbben 6 aranyérmet várnak sportolóinktól.